Igazi ünnepváró hangulat fogadta mindazokat, akik kilátogattak Szolnok főterére, ahol idén is kivilágított faházikókban kínálják a karácsonyi nyalánkságokat az árusok. Próbálunk hagyományos ételekkel készülni, kemencében készült lepény, a kemencében sütjük a kolbász, a csülköt, akkor van sima olajban készült lángosunk, paellás ételek, hagymásvér, sültvelő, meg próbálunk így hétvégére minél több fajta étellel készülni, majd töltött káposzta, babos káposzta, csülkös káposzta. Nagyjából ez lesz így a választékunk. Hát az árakat tavalyhoz képest emelnünk kellett egy ilyen 25-30%-kal. Sokan már első nap felkeresték ezt a különleges helyet. Kijöttünk a fiammal egy kicsit kajálni. Ilyenkor egy forralt bor, most én vezetek egy tea, meg egy kicsit az a hangulat, ami van egy adventi vásárban. Várták már? Igen, igen, én nagyon szeretem. Eljövök ide, elmegyek Pestre, megyünk most Zrágrába, úgyhogy nagyon jó kis hangulata van egy ilyennek. Sokan Karcagról is ellátogatnak a megyeszékhelyi adventi faluba. Forralt bor, forró csoki és a sülőkürtös kalács illata fogadta a Kossuth térre érkezőket. Fiatalok, családok, idősek tértek be a faluba, hogy magukba szívják az ünnep varázslatos hangulatát. Hát igazából a karácsonynak a hangulatát, mi Ászberényből jöttünk, úgyhogy szerettünk volna szétnézni itt Szolnokon. Nagyon jókat hallottuk. Igen, minden évben szoktunk jönni. A fenyő egyébként sokak tetszését elnyerte, sűrűn villantak a vakuk, családok pózoltak az ünnep fődísze előtt. Egyrészt a focit is nézzük élőbe, másrészt a társaság nagyon jó, és amiket itt lehet venni, az kuriózum, eszünk, iszunk, édességek vannak a gyerekeknek, játszanak együtt a gyerekek, mindenképpen, minden évben jövünk többször. Többen viszont már az adventi falu szélén olvasható Boldog Karácsony feliratnál szelfizni kezdtek. A kézművesek portékáiból remek karácsonyi ajándékokat lehetett találni. Mézes kalácsot, kézműves evőeszközöket, és hát alapvetően nyilván most a karácsonyi időszakban mézes kalács az, ami a fő termékünk, és főleg a figurákat szeretik gyerkőcök ajándékba, ajándék kiegészítőnek, illetve hát a névre szóló kanalak azok abszolút egyedi termékek, helyben készítjük porcelán festékkel, és ugye most a neves ajándék az azt gondolom, hogy eléggé közkedvelt termék